Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Gwent videóba, amibe Dixra lesz igazából a főszereplő. Azt nem ígérem, hogy nyerni fogunk. Ugyanis mióta elkezdtem felvenni a játékot, azóta folyamatosan olyan ellenfelekbe bútok bele, akik így... Sajnos elég hamar át, hát nem az, hogy átlátják a dolgokat, hanem nem tud az ember úgy érvényesülni azokkal a lapokkal, mint amiben gondolkozik. Tehát ma elég rosszul megy. Wow. Oké. Egy eltávolító lapja, nem tudom, hogy kikerült. Aki képes ezt használni. Tényleg? Remélem a másodikat is most elhasználod. Hogy utána normálisan tudjunk játszani. Az igen. Az igen. Gold shines brightest in the presence of fire. I'm a dwarf of business. Okay. In one's own lair. Now this is a knife. Loving already. These dogs have no honor. Sértem. Istenem. Egy patkány. Nothing turns my guts more than a filthy mage. Biztosítjuk. Sejtem, mi lesz ebből kihozva. Overturn!
Oké, talán ez volt most a lényeg. Aha. Csak úgy passzolni nem tud. Tehát ehhez, hogyha hozzányúl, ehhez a kettőhöz még egy lapot ki kell játszani. Ez a jó. Ebbe. Tehát ez mindenképpen, hogyha hozzányúl bármelyikhez, akkor is ki kell játszani egy lapot. I'm not afraid. Mondjuk így is, jó. Helyes, helyes, na. Jó, akkor már csak két lap van. Mondjuk azt se tudom, hogy miért használja egyébként ezt a nézt, de... Okay. Jó. Jó. Két tesó is itt van. Valószínűleg passzolni fog, úgyhogy majd Horstot fogjuk küldeni. Ha nem, akkor ez meglepő. Wow. Na jó, ez viszont tényleg meglepő. Így viszont passzolni fog. Figyeld. 3, 2, és nem. Jó, akkor változott a terv. Így. Our world is in harmony. It's the only way they learn. Na nézzük. Again and again. Wow. Okay. Back for the game. No experience required. Nasty wounds, those, but you'll live. Something got there, matched. Tudja, hogy Horstot is ki kell játszanom. Tudja. Áj, ez Isten itt. Tudja. Between brothers, harmony rarely reigns. Vannak a kezembe. Hát... igen. Igor mondjuk jó. Hát... ja. As a girl, I always dreamed of having drapes on. Yes! Na, amúgy így akartam elkezdeni a videót. Csak, engem. Mondom, amikor úszaper meg hasonló ilyen lapokkal kerül az ember össze, azért így, és mondjam, kicsit elveszi az embernek a lendületét. Egyébként, mint észrevehetétek, a Redinian Intellect
skin már megvan hozzá. Még 2 pont, és meg lesz az avatár is. És akkor lecseréljük Reynardot. De ahhoz ezt is szerintem meg kellene nyerni. És akkor remélhetőleg kapunk jó napokat. Eredin az egy érdekes lesz. De... Talán tudunk majd. Ellene valamit tenni. Még nem tudom, hogy Eredin az pontosan miket játszik mostanában, aki ilyennel játszik, az nyugodtan írja meg kommentbe. Gondoltam, hogy valamilyen dominance jellegű lehet. That hurts. Good. We're starting to fall. Ez a legnagyobb, hát... Gondolom Nithral is benne lesz a tárgyak miatt. Imler itt mindenképpen. Tehát szerintem Karanthir meg Imler itt az már most ki fog menni. És hogyha ezt felerősíti, már alapból egy elég erős lény marad kint, amivel tudja tovább folytatni. Micsoda! Ez biztos, hogy nem lett most jól eltalálva ez a dolog, de oké. Okay. Ez biztos, hogy nem jó. Mondjuk valószínűleg meg akar jövölni, úgyhogy hagyom neki. Gondolkozom, hogy... Igen. We've all been turned me to put some stain on our conscience. És akkor leveszünk belőle 4-et. Mert tudja olyan könnyen megölni. Még nem tudom, hogy miért tette az első sorba. Oké. Mivel nincsen érmény, ezért a congregation az kimehet. Jó. An austere life is a virtuous life. Nyilván Eredinnek a képességét a Steamlerit-re akarja használni. Ha Dead Blow, tehát most már Thrive-ot is kapott ez. Tudjátom, megszabadulunk, szavasz. Így viszont most már jó célpont erre, hogyha van még egy kükrapsza. De nem akart hosszabban belemenni. Ez így jó. Neki az nem kell. A többi... Hát... Meglátjuk. Tehát egyébként mindenképpen ennek kell kimennie első körben. Tárgy.
Ennek gondom merül, mert egyébként a Nithral és ötös támadó erejű. Tehát ilyen szempontból ő elég jól tud működni. Hát igazából a Townfolk. Ja, Townfolk az, ami most jobbnak tűnik. As a girl, I always dreamed of having drapes like this. Úgyhogy szerintem ő lesz, meg Imler itt a pakliában. Nekünk meg fontos lenne az, hogy legalább az egyiktől meg szabaduljunk. Ha nem is tudom mindkettőtől. Hát az biztos, hogy nem egy jó döntés volt. De oké. Okay. I honestly don't know what you think this is. Na így most 8. Így. Itt 7, 6. Drive. Most itt az a kérdés, hogy melyiket öljük meg. Én Nimlerit-ben gondolkozok, hogy az fog kijönni, de... Olyan úgy tűnik, hogy nem így van. És ez pedig folyamatosan erősödik, nem? Tehát Drain. És igazából Jennifer nem is baj, hogy itt van. Igen. Aha. Talán Kárkstein nem kell, de majd az úgy is kiderül. Imlerit? Mondom, szerintem Imlerit nála van. Jó, megvette. Ajjaj.
Nem bírta. Akkor nem volt Imler itt nála. Ez érdekes. Csak egy reward pointot kaptunk. De most mi? Most ez be van bugolva, mert ez... Érdekes. Na mindegy. Igazából most csak így röviden akartam ezt bemutatni, hogy valahogy így kellene elképzelni a paklit. Eléggé kockázatos dolgok vannak benne. Azt azért aláírom. Tehát így lehetne jobban is kiaknázni ezeket a dolgokat. A Flying Redanian az igazából azért, mert mindig van egy olyan lap, ami hogyha maximum aranyérmény van, akkor mindenképpen kijön. Igor ugyebár lekiket, vagy a townfolkokat tudjuk vele másolgatni, amivel megint elég jó esélyünk van, hogy jobb lehetőségeink legyenek. Hosszom seniort igazából csak be akartam tenni, mert mellettük mondjuk jól működik a congregation. Mert ugyebár, hogyha nincsen érmény, akkor hármat hoz ki, és abból a háromból kettőt átalakítunk. Négy leki is lehet kint a csatamezőn. Novigrad Justice igazából a Bernacker Brawlerök miatt van bent. A portál a lekik miatt. A különböző ilyen Schwindli, meg a hasonlók pedig, hogy folyamatosan tudjuk Dixrának garantálni az újabb érmét, amit felhasznál. Alapból 5-tel rendelkezik, de ez lehet akár 10 is, vagy hasonló. Én 10-ig nem szoktam elhúzni, mert nagyon sokszor van az, hogy hirtelen így dönteni kell, akkor mégis így elköltöd, és hasonlók. Tehát így egy ellenfelemnek sikerült azért úgy 10-ig is elmenni ezzel. Morales igazából a legnagyobb lapra, ugyebár a borsodi testvéreket nem hagyhatjuk ki. Ferko a különböző crime lapok miatt. Kalksteint betettem, mert azért nem árt, ha nálunk van. És igazából így ennyi. Ennél, mondom, lehet jobb paklit is összerakni. Ezt csak én gondoltam így, és egyébként 24-es rangtól eljutottam 18-ig, 18-nál azért így akadtak kisebb gondjaim, de attól függetlenül tudom ajánlani, persze be lehet rakni Filippát, vagy ha érméket használunk, akkor Binkit is be lehet tenni. Én nem feltétlenül raktam bele ezeket, mert mondom, többször fordult elő, hogy a jó öreg kiskopasz szemétládával kerültem össze, és akkor nem igazán tud az ember rá hatni, de hát ez már csak ilyen. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Kommentbe írjátok meg, hogy ti igazából kit támogattatok nekem, csak azért szigi, mert ő a szimpatikus, de ugyanakkor Hemelfártal is mehettem volna, mert az ő questjei se tűnnek annyira vészesnek. De remélem, hogy tetszett. Ha így volt, akkor lájkoljátok ezt a videót. Kommentbe azért mondom, nyugodtan elmondhatjátok, hogy mi a véleményetek erről a pakliról, amit itt láttok, illetve hogy szerintetek mit kellene változtatni rajta, vagy mivel lehetne optimalizálni. És legközelebb találkozunk. Azt nem tudom, hogy még ez milyen Gwent videó lesz, de most már kellene olyanba is gondolkozom, hogy ne csak a szindikátus lapok legyenek benne, hanem a semleges lapok is.
Tehát mondjuk egy Phoenix vagy hasonló. Úgyhogy sok sikert a játékba, sok sikert a rankedbe, hogy mindenki feljebb juthasson. Én azért leszek, hogy minél jobban fel tudjam magamat tornázni. És lehet, hogy már legközelebb nem Reynard lesz az avatárunk, hanem már Sigi lesz, és megszereztem hozzá a keretet is az avatárnak, úgyhogy azzal szerintem már jobban fog kinézni a jó öreg Sigi is. Úgyhogy ennyi lettem volna. Sziasztok!